Sziasztok, kedves amőbázók! Világos vagyok, és a mai videónak a témája rendkívül érdekes lesz, ugyanis a mai videóban olyan stratégiákról lesz szó, amelyek egyáltalán nem vezetnek eredményre, illetve bizonyos különböző tévhitekről is szeretném lerántani a leplet. Rendkívül érdekes lesz, úgyhogy ha gondoljátok, akkor nyugodtan nézzétek végig a videót. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, támogassátok a csatornánkat azzal, hogy feliratkoztok. Köszönöm. Akkor vágjunk is bele. Tehát az Amoeba játékban számos, állítom, hogy a legtöbb játékos által tévesen jónak gondolt, de valójában rossz stratégia létezik, illetve különböző tévhitek is szányra kaptak a Fly or Die Amoeba játékában. Az első ilyen legtipikusabb tévhit az, hogyha előfizető vagyok, akkor általában nyerek. Nem. Nem, ez egészen egyszerűen nincs így. Azért, mert először is gondoljuk végig. Tehát ha valaki előfizető, akkor tudni kell, hogy az bizonyos előnyökkel, főleg most az új rendszerben, bizonyos előnyökkel nyilván jár. Ilyen például, hogy az előfizető beállíthatja azt, hogy hány percig tartson egy meccs, tehát hogy a fejenkénti gondolkodási idő mennyi legyen, illetve emellett az úgynevezett openingot is megválaszthatja, vagyis azt a kötelező kezdést, amit választani kell, illetve játszani kell egy adott játékban. Tehát az első legtipikusabb tévhit ezzel kapcsolatban az, hogyha előfizető vagyok, akkor nyerek. Közben nézzünk meg egy meccset, amin egy előfizető mester játszik egy nem előfizető nagy mesterrel. Na most... Tehát az első tévhit, az ahogy mondtam, az lenne, hogy ha előfizető vagyok, akkor általában nyerek. Na most, ez egészen egyszerűen nem igaz. Tehát az, hogy valaki előfizető, biztos, hogy jár különböző előnyökkel. Például ugye, amint itt látjuk, Okos Nőci nevű mester előfizető, ellenfele Gösszer nagymester pedig nem. Tehát az előfizető egyrészt megválaszthatja a meccsnek a fejenkénti gondolkodási idejét, ami azért egy elég nagy előny, például itt egy-egy perc a gondolkodási idő, illetve emellett úgynevezett kezdést, kötelezően alkalmazandó kezdést is választhat. Na most a kérdés az, hogy ez a stratégia mindenkivel szembe működik-e? És valójában az a válasz, hogy nem. Tehát erősebb ellenfél ellen ez a stratégia egyszerűen nem jön be. Itt például, ahogy látjuk, Gösszer, hát itt... F9-en egyébként nyerhetett volna, de itt Gösszer sokkal jobban áll, sőt, hát itt most éppen nem nyer, de nagyon erősen támad. Tehát itt Gösszer jobban áll, pedig ő nem előfizető. Tehát az, hogy valaki előfizető, ez nem igaz az, hogy általában nyer. Pláne nem erősebb ellenfél ellen. Tehát itt például itt nyert, már is nyert Gösszer, aki nem előfizető. Aztán a második ilyen, hát tipikus tévhit az az,
az, hogyha lecsökkentjük a játékidőt, akkor én mindig nyerek. Tehát a második tévhit az egyik legtipikusabb, most ővele nem akarok játszani. Tehát a második tévhit a legtipikusabb, ami arról szól, hogy ha lecsökkentem a játékidőt, például 1 percre, akkor mindig nyerni fogok. Nem. Tehát ez egyszerűen nem igaz. Ez egy téves elképzelés, szimplán azért, mert hogyha erősebb ellenféllel játszok, például egy erősebb szakival, vagy mondjuk egy mester ellen, akkor szimplán az lesz, hogy ő, a mester, vagy az erősebb ellenfél gyorsabban fog nyerni. Tehát ez nem egy járható út, amit sokan esetleg elgondolnak, hogy lecsökkenti a játékidőt 1 percre, és akkor ő azt gondolja, hogy ő innentől kezdve a meccsei 90%-át mindenki ellen meg fogja nyerni. Ez egész egyszerűen nem igaz. Tehát a játékidő lecsökkentése, ugyanis, ha belegondolunk, na most az előfizető is, meg a nem előfizető is belép egy bizonyos tudásszinttel a játékba. Na most ezt tudni kell, hogy ez a tudásszint, ez attól nem változik meg, hogy valaki előfizető lesz. Tehát az, hogy ő lecsökkenti a játékidőt, ezáltal az előfizető annyiban előnybe kerülhet, hogy ő ezt a játékstílust megszokta, de az egy téves elképzelés, hogy a lecsökkentett játékidővel ő mindig, minden esetben mindenki ellen nyerni fog. Nem, nem fog. Tehát ha erős játékos ellen játszunk, akkor előfordulhat könnyen, hogy az erős játékostól kikapunk, akkor is, ha 1 percre csökkentjük a játékidőt. Most erre szeretnék bemutatni egy példát, például a zsebivel, ha elfogadja. Nem fogadja el. Nem fogadja el. Jó, hát igazság szerint akkor amíg találok ellenfelet, vagy mondjuk próbáljuk meg a White Girl-t, aki ugye tehát vele négyet kell játszani, tipikus. Tehát négyet kell játszani, visszautasított a négyet kell játszani, meghatározza az openingot és a játékidőt. Tehát igen, ez azért ez elgondolkodtató. Most megpróbálok játszani egy előfizetővel, hogy hát a csajsz, ugye, de ő 10 perces játékidő, tehát az azért elég sok. Próbálkozom. White girl-lel. Persze azt megemlítem, hogy nyilván az előfordul, közben akkor nézzünk meg egy játékot. Mert szintén egy nem elő, de előfizető nagymester játszik, nem előfizető szakijátékossal. Aztán még egy gyakori tévhitről szeretném lelebbenteni a fátyla, ugyanis nem igazán tudom, hogy miért gondolják sokan azt, hogy tehát ezt több játékostól hallottam, hogy ha több nicked van, tehát ha több felhasználó neved van amőbán, akkor te csalsz. Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem az észt szeretném itt osztani ebben a videóban, csak nem, igen, itt közben a nagymester itt nyert, itt a nyerés, itt és itt, F4 és itt. Tehát F6, aztán C8, hát vagy ott, igen. Tehát van egy olyan elég elterjedt másik tévhit, hogy illetve vád, hogy ha valakinek több nikje van, akkor az illető csal. És egyébként mellette még azt is szokták mondani, hogy emellett még egy gonosz, rossz ember is vagy, azért, mert több nikkel rendelkezel. Na most,
Én egész egyszerűen erről azt szeretném mondani, hogy nem egészen értem, hogy ez miért csalás. Tehát miért közben itt így nyert a kör? Nyerte azt a mindenit, megnyel, megverte a nagymestert itt. Hát vagy ott, igen. Tehát nem egészen értem, hogy miért terjedt el ez a tévhit, hogyha valakinek több nikje van, több felhasználó neve van amőbán, akkor az illető csal. Én úgy gondolom, hogy a több nick az egyszerűen megengedett, és egy tök legális eszköz. Egy tök legális eszköz. Nyilván egyébként többek között nekem is kettő nikem van, nem tagadom, van a világos, meg a világos kettő is én vagyok. Egyszerűen, ez egyszerűen arra szolgál, hogy na most ugye az amőbában az elérhető legnagyobb jutalom, amit kaphatunk, az a pont. Tehát ebben a játékban elért eredményeinket a pontok határozzák meg. Tehát aki azt mondja, hogy a pont az nem számít, hát igen, közben itt a kör győzelmét látjuk. Így, itt, így, ez kör itt győzött. Tehát nem egészen értem azt, hogy ha valakinek több nikje van, az miért lenne csalás? Tehát ahogy mondtam, pontokért játszunk. Pontokért játszunk, és a pontok mutatják az amőbában elért eredményeinket. Tehát, és nyert a kör. Tehát az, hogy mennyire sikeresek vagyunk a játékban, igenis a kör mutatja, bocsánat, igenis a pont mutatja meg. Ugye? Tehát ez az, hogy valakinek több nékje van, én ezt nem tekintem csalásnak, ez egyszerűen egy megengedett legális dolog. Az, hogy valakinek több nikje van, vagy sem. És akkor most megpróbálok bemutatni egy egyperces játékot, ha az illető elfogadja, de nem. Tehát most a tábla miatt, illetve a játékidő egy perc, most próbálkozok. De 2-1 még így is nekem, tehát... Igen. És ő rakta be egy percesre. Ezt ne feledjük. És egyébként itt megint nyertem. Ez már egy nyert helyzet számomra.
Igen, tehát vagy itt, itt már mindegy. Gondoljuk. Itt. És itt vagyunk. És itt van, amit tud az ötössel, de megint nyertünk. Ennyi. Tehát kivédem, és utána nyerek. Ennyi. Tehát ezzel is demonstráltam, tehát 3-1. Úgy gondolom, hogy jó, persze kisebb pontúval játszottam, mint én, de szolgáljon ez bizonyítékul arra, hogy az, hogy lecsökkentjük a játékidőt, önmagában nem jelenti, hogy mindenkit meg fogunk verni. Láthattátok a bizonyítékot. Tehát ez egyfajta önbecsapás. Aztán, amit szeretnék még mondani, az az, hogy a legfontosabb az amőbában, hogy a játék során teremtsünk magunknak lehetőségeket. Tehát ha lehetőségünk van támadni, azt nem kell azonnal kihasználni, mint például én a most a partikban. És igazából egy mester, meg egy kezdő szintű játékos között, higgyétek el, a legnagyobb különbség az ez. A mester, ahogy most, bocsánat, hogy magamat hozom fel példának. Az előző partikban láthattátok, hogy, vagy mondjuk nézzünk egy nagymestert. A nagymester, a Nebiz nevű játékosnak az állása egyszerűen tele van lehetőségekkel. Tehát nagyon jó stratégia az, hogy saját magunk számára lehetőségeket teremtünk, ha bár egy-egy perc a gondolkodási idő. Tehát ez a legfontosabb. Mester, illetve kezdő között a legnagyobb különbség, hogy a mester saját maga számára itt a hatalmas lehetőség, ezeken az átlagon, itt. A mester saját maga számára megteremti a lehetőségeit, ellenben a kezdő, vagy haladó, esetleg gyengébb játékos, meg minden egyes támadást azonnal kihasznál. Ez nem jó stratégia, az ész nélküli támadás. Semmire nem vezet. Az ellenfél kivédi, és saját maguk lehetőségeit úgymond eldurrogtatják. Sokszor látom ezt kezdők partiában. Hát köszönöm szépen. Egyelőre ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Világos voltam. Illetve még egy dolog van, amiről szeretnék beszélni. Ez az úgynevezett köszönés problémája. Tehát még egy dolog, amiről szeretnék beszélni, ez az úgynevezett köszönésnek a problémája. Számos embertől láttam, illetve tapasztaltam is, hogy bejön a meccsre, köszön, tehát a köszönés az abban merül ki, hogy ő beírja egy online felületre, hogy szia, jó napot, stb. És ha ne adj Isten, erre ő nem kap választ, akkor vagy a meccs után, vagy a meccs közben elkezdi a másikat mindenféle rossz, szar embernek elmondani, és úgy tesz, mintha ez az, hogy most ő neki, közben nézzünk meg egy szaki meccset. Tehát az, hogy itt az X ezerszer jobban áll, tehát ugyanez, amit mondtam. A kör állásában nincsenek lehetőségek. Tehát a lehetőségteremtés a kör állásában abszolút nincsenek lehetőségek. Az X, a szakinak az állásában sokkal több a lehetőség. Ezért áll jobban, ez az oka, hogy az X jobban áll. Erre figyeljünk. Tehát ahogy mondtam, ez a köszönés problémája, ami itt nagyon tipikus, és sok játékos erre panaszkodik. Hát erre csak azt tudom mondani,
srácok, nézzétek, én erre ugye tipikusan azt szoktam mondani, aki ismer, hogy bocsi, de nem az utcán vagyunk, ez az egyik, tehát a személyes kontaktus nem valósul meg, a másik pedig az, hogy hát gyakorlatilag most, ha belegondolsz, mész Pesten az utcán, mindenkinek köszönsz, és a kör egyébként itt nyert. Tehát itt, ide, és itt nyert a kör itt. Tehát H5-ön. H5 vagy G6-ra fog tenni. És bocsánat, az X nyer. Tehát ez a köszönés problémája, bocsánat, egy online térben játszunk. Ja, hát igen, ezt védeni kell, igen. Tehát bocsánat, egy online térben játszunk. Nem is ismerjük a másikat. Miért fontos az, hogy egy online térben beírjam azt, hogy például. Tehát ennek itt, ebben a térben, ebben az online közösségben semmi szerepe nincs. És ez egyszerűen nem jó neveltség kérdése, mert ha belegondolsz, Pesten, ahogy mész az utcán, te sem köszöngetsz vadidegeneknek. Tehát ez a köszönés problémája, és hogyha te ezt elfelejted, akkor X játékos, elég sokan elkezdenek minősítgetni, hogy ilyen meg olyan gonosz, rossz ember vagy. Itt szó sincs erről. Hát ez egyszerűen egy tévedés. Nem, ebből az emberről ez semmit nem mond. Higgyétek el nekem, hogy egy online térben egy számomra ismeretlen embernek odaírom-e, és itt a nyerés egyébként, D7, E7. Tehát itt a kör nyert, miután ezt kivédte itt. Tehát G3-on kell védeni. És bocsánat, az X, igen, az X, mindig kört mondok, az X nyert. Tehát higgyétek el, hogy sokkal jobb ezt a köszönés problémát így elengedni. Online térben vagyunk, és a másikat jószerivel nem ismered. Srácok, én köszönöm szépen, hogy végighallgattátok, amit szerettem volna mondani. Egyelőre ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok fel. Világos voltam, és maradok, és leszek. Sziasztok!